hatékonyabb rákgyógyítás, ritka betegségek diagnosztizálása, a betegellátás színvonalának növelése. Ez a célja a most induló Magyar Nemzeti Genomprogramnak, amivel a szakemberek a magyar népesség genetikai jellemzőit szeretnék meghatározni, ezzel elősegítve a még hatékonyabb gyógyszerek fejlesztését. Ez a projekt egy olyan hiánypótló lehetőség, amire nagyon nagy szükség van, nagyon hiányzott ez a lehetőség. Ezt mind szakmai oldalról, mind az egyénre szabott terápia, ami az onkológiai kezelések alapját jelenti, mind a referencia genom létrehozásával, populáció genetikai és örökletes rákszindrómák, ami az én saját kutatási területemben óriási adatmennyiségre van szükség. Hematopatológusként én a hematológiai malignus betegségek diagnosztikájával foglalkozom, leukémiákkal, limfómákkal. Egyike vagyunk itt a Pécsi Tudományi Egyetemen annak az 5 labornak az országban, akik ezzel a betegségcsoporttal foglalkoznak. És hát a kutatási projektjeinket is közösen tervezzük. Mindenkinek van esetleg valami jó ötlete, de kevés anyaga. Ha összerakjuk együtt, akkor tudunk egy hasznos eredményt elérni. A ritka betegségben élőknek a diagnosztizálásában valamennyire kapcsolódik ez is a fertilitáshoz, a pozitív családtervezésben, illetve az adatoknak az értékelésében, mint nagyon sok eredmény várható ettől a projekttől. A pályázat keretében egy olyan szekvenáló berendezés működik mostantól a Szent Ágotai János Kutatóközpontban, amely Közép-Európában eddig csak Bécsben és Prágában volt elérhető. A készülék segítségével gyakorlatilag a vizsgált emberek teljes genetikai térképét, ezzel akár a betegségre való hajlamot is meg lehet határozni. Ez óriási segítséget jelent a gyógyításban. A GINOP pályázatunk lehetővé tette a Magyarországon eddig nem elérhető legnagyobb szekvenáló készülék beszerzését, aminek segítségével jelentősen csökkenteni tudjuk a szekvenálással és diagnosztikával kapcsolatos államkiadásokat. Meg tudjuk határozni egyrészt a magyar populáció genetikai jellemzőit, valamint a normál betegségspecifikus genetikai variációkat is. Betegségspecifikus genetikai panelek fejlesztését és új gyógyszercélpontok azonosítását tudjuk elindítani. Magyarországon most az egyik legfejlettebb technológiának a jelenléte az nagyon nagy lehetőséget nyújt mind a klinikai diagnosztikában, mind a kutatásban, mind pedig a jövő generációnak a nevelésében, hiszen az új fiatal klinikusok, a fiatal PhD hallgatóinknak rendelkezésére áll a legmodernebb technológia, és ennek segítségével ténylegesen megvalósíthatjuk azt, hogy személyre szabjuk a gyógyítást.